Köszöntöm nézőinket, Szépkor című magazinunkat látják. Bár már beköszöntött a nyár, a munkásművelődési központban az élet így sem áll meg. Rengeteg kikapcsolódási lehetőséget kínálnak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Kiállítások, táborok, koncertek és színházi előadások is szerepelnek az elkövetkezendő 3 hónap repertoárjában a munkásművelődési központnak az idei nyáron. Így se a gyerekek, se a szülők nem maradnak program nélkül, mindenki válogathat kedvére valót. Gyógygombákról fog előadást tartani Polonkai Zoltán június 19-én nálunk, tehát most felfutóban van ez a fajta programsorozatunk az egészségmegőrzésről, tulajdonképpen az egészséges életmódról, és most a gyógygombákról lesz egy nagyon jó előadásunk. Az intézménybe látogat 21-én Kelemen Angarika Jazz Quartettjével. Mindenkinek javasolnám, jöjjenek, csodálatos hang, nagyon jó szórakozás, és ha az időjárás velünk van, ugye, mert az MMK-s nyarak erről szólnak, akkor a kinti színpadunkon lesz, tehát egy szabadtéri jazz koncertet fogunk tartani. De az MMK nyári színház sorozata sem maradhat el, így már júniusban várják a színház kedvelőket az MMK-ba. Mi lementünk ősszel, októberben megnézni Pécsen a színházban a Legyetek jók, ha tudtok című darabot. Ez egy olyan színpadi előadás lesz június 29-én, amit minden jó érzésű embernek, aki még hisz a szeretetben, hisz a jóban, hisz abban, hogy vannak még olyan emberek, mint Fülöp atya, az jöjjön el és nézze meg. Csodálatos, felejthetetlen színpadi produkciót láthatunk, nem csak a fénytechnika, a színpadi megoldásokkal, hanem magában a történettel kapcsolatban is, tehát június 29, legyetek jók, ha tudtok. Ezt követően te a délután és az Iris Vers színpad is hallható lesz az utolsó előadásával. De júliusban a kis és a nagy színpad is várja a zene és a színház rajongóit. Július 5-én este 5 órától itt a kis színpadunkon a dunaivárosi fúvósok fognak egy elég vidám fúvós koncertet tartani nekünk, tehát egy kis udvari zenélés lesz. Július 18-án szintén a szabadtéri nagy színpadunkon Jöhetsz drágám címmel egy fergeteges komédia premierjét láthatják majd itt a kedves nézők az MMK színpadán. Mosoly, vidámság, ahogy az illik, nevetés, tehát minden, ami kell a nyári szórakozáshoz, itt lesz az udvarunkon. 25-én Pálinkás Eszter és Beke Beát a fuvola és gitár koncertje lesz. A kiállítások is folyamatosan látogathatók lesznek, ha valakinek ehhez támadna kedve. Nemesnyi Kévának a tárlat megnyitója lesz, és a nyáron lehozzuk a nagy közönségnek az állandó kiállításunkat Rosti Párról. Ugye elég sokat hallhattunk az elmúlt napokban, a Bartók Színházban volt a Rosti Pár életét bemutató előadás, illetve itt volt fönt egy megnyitó a 104-es termünkben, de ezt most lehozzuk a nagy közönségnek. És természetesen a szülők dolgát most is szeretné a művelődési ház megkönnyíteni, így a táborok sem maradnak majd el, és többek között a sok és a vasas tábor sem. De a mesetábor is várja az érdeklődőket. Jöhetnek a gyerekek, mesetábor lesz, új elemekkel bővül, ugye elkészült a népmesepontunk, fönti programok, lenti programok, kézművesség, mese, játék, népi játékok, tehát 6 héten keresztül bárki jöhet az intézménybe a gyerekek, és minden szerdán, hogy fokozzuk még a gyönyört, a Batyú Színházzal gyerekszínházi előadásokat tekinthetnek meg. A Batyú Színház volt már nálunk egyszer népmese, tehát a népi hagyományos módszerekkel nagyon jó pofon, nagyon kedves előadások lesznek, a mesemalac, a cseresznyevirág, hófehér és rózsapiros, tehát főleg a magyar népmesékből. A táborokra folyamatosan lehet jelentkezni a 0625 405 663-as számon, vagy a művelődési ház portáján, nem csak egy hétre, hanem akár napokra is. A Venyim Gyümölcse Kertészet is csatlakozott az úgynevezett Szedd Magad akcióhoz, amelyben most az eper és a cseresznye a nyár talán két legnépszerűbb gyümölcse a sláger. Megkezdődött Magyarország egyik legnépszerűbb gyümölcsének szezonja, az eperé, amelyből sokan úgy gondolják, nem lehet eleget fogyasztani. A vitaminos és lédús gyümölcs aránylag rövid ideig terem, ezért sokan kihasználják a lehetőséget, ha kedvezményes áron hozzájuthatnak. Ilyen például a Szedd Magad akció is, ahol mindenki annyit szed kedvenc gyümölcséből, amennyit jónak lát, és azt a fajtát, amelyik neki a legszimpatikusabb.
Szedd magad akciót gyakorlatilag a kezdetek folyamától indítottuk, mióta termeljük az epret 2000-től kezdve. A gyakorlatban annyit jelent, hogy ki mennyit szed, meghatározott áron annyival fizeti ki. Gyakorlatilag annyira népszerű, hogy némelyikor le is fogja teljesen, és akkor már utána nem is lehet adnap, hanem majd csak a következő vagy harmadik nap szedni újra. Általában Dunajvárosból, de volt már székesfehérvári, lajoskomáromi, akkor balinkai szedőnk is, akik jöttek. Úgyhogy szoktam érdeklődni mindig, amikor jön valaki, hogy honnét jöttek, és ennek kapcsán tudom azt, hogy mi helyzet. Ma is voltak sárbogárdiak, székesfehérváriak. Hát ha minden jól megy, akkor az idei folyamán egy 6-7 hétig tart összességében. Most vagyunk a harmadik szombaton a Szedd magadba, és ezután majd a cseresznye is, amely fog következni. Hát gyakorlatilag tavasszal indulunk a földi eperre, földi eper után a cseresznye is, amely, és akkor utána indul az alma és a málna. Folyton termő málnánk van, amely addig szedhető, míg le nem fagy. Lesz mindegyikhez Szedd magad akció. Általában fent van az interneten. Ahogy a szárazság, úgy a sok eső sem a legkedvezőbb az eper számára, így 6-7-es lesz most az eper szezon. Azt lehet mondani, maga a termés az nagyon szép, de viszont a nap hiánya azért kívánivalót hagy maga után, mivel a szabad földön a nap érleli, és az ízt és az amatot is a nap adja neki, de minden esetre azért annak ellenére, hogy kevés napsütés volt és elég sok eső, úgy érzem, hogy ez eléggé zamatos. Nem édes, hanem zamatos az eper. Sajnos a cseresznye és a medgy, azt lehet mondani, hogy katasztrofális az idén. Ugyanis a virágzáskor nagyon rossz időjárás volt, nem sütött a nap és fújt a szél, így a bogarak nem tudtak beporozni. Ennek kapcsán a kötések nagyon rosszak voltak, és ennek következtében nagyon kevés a cseresznye is és a medgy is. A szedett mennyiség változó, és van, aki csak saját fogyasztásra szed, mások többet visznek, például befőzésre is. Nagyon finom, és gyönyörű, nagyon szép és gyönyörű. És ízlik, hát a gyerekekkel látszik, meg rajtunk is. Eperlekvárt. És abból sütiket? Azt is szoktunk. Hát nagy valószínűséggel eperdzsem, lesz valamennyi, illetve le lesz fagyasztva, mert én nagyon szeretem. Hát mi azt már el fogjuk fogyasztani, de lehet, hogy lesz belőle lekvár is. Itt pedig már az érett cseresznye fürtöket mutatja ifjabb Csizmadia György. Azt mondta, az elmúlt időszak rengeteg esője kicsit elkésett, és a korai cseresznyében inkább kárt okozott, mint sem hasznot. Hát nagyon szomorúak vagyunk, mert ez a sok eső, ez most már nem ér aranyat. A korai cseresznyéknél, sőt, tehát most már középérésűeknél is azt lehetett látni, hogy kirepednek a szemek, ahogy egy-két-három órás, vagy akár egynapos vízborítottság volt rajta. Egész egyszerűen a bent lévő cukortartalma az elindult kifele, a víz meg befele, és a cseresznyebőre az nem ráncosodik meg, mint ahogy a mi bőrünk, ahogy bemegyünk a vízbe hosszú ideig, hanem egyszerűen kireped. A többi gyümölcsnél is nehezebb a növényvédelem, tehát komoly kihívás most az almába is, mondjuk a varasodásnak a megvédése, szőlőbe a peronoszpóra lisztharmatnak a megvédése, tehát ezek a nem csak azért, mert sok az eső, hanem mert amikor meg eláll az eső, akkor meg azonnal fúj a szél. Tehát nagyon kevés olyan ideális időpont van, amikor lehet permetezni, tulajdonképpen ez csak szinte a hajnali és a nap nyugta utáni egy-két óra. A szakember azt tanácsolta, hogy két dologra figyeljenek a termelők. Most oda kell figyelni ennél az érő cseresznyéknél két dologra. Egyrésztről olyan gombaölőszereket kell választani, amik 7 napos várakozási idővel vannak, illetve ugyanez igaz a magára a cseresznye légy elleni védelemre. Tehát ilyenkor, amikor elkezd színesedni a cseresznye, ilyenkor le kell lepelmetezni például kalipszóval vagy karatéval, és ezek 7 napos szerek betakarítása előtt 7 nappal lepermetezzük, akkor nem lesz kukacos a cseresznyénk. Ha pedig úgy döntöttünk, hogy szedtünk bele és még várunk vele egy hetet, hogy igazán érett, és akár lekvárnak, vagy hogy mit lehet kezdeni a repett cseresznyével, hát maximum azt tudom mondani a Johnny barátomnak, hogy akkor vidd el pálinkának. Tehát ha jó érett cseresznyét szeretnénk pálinkának, akkor pedig még egyszer rá kell ismételni, ne rohadjon el, ne menjen tönkre a fán a gyümölcs. A Szedd magad akciók helyszíneiről és időpontjairól a www.szeddmagad.hu oldalon lehet tájékozódni. Szed.
Június 1-én naptár szerint hivatalosan is megkezdődött a nyár. Ennek következtében folyamatosan melegszik a levegő, és ez a strandok forgalmán is meglátszódik. Igazi strandidővel érkezett meg a nyár első hosszú hétvégéje. Már pénteken 30 fok fölé emelkedett a hőmérő higanyszála, így sokan választották a régiói élményfürdő medencéit. Az az igazság, hogy nyugdíjas vagyok, és tekintettel arra, hogy a Dunai Városi nyugdíjasok és a diákok ingyen jöhetnek be, nem tudom meddig, de egyelőre igen. És ezt kihasználom. Szinte majdnem minden nap itt vagyok, ha nem többre, egy-két órára eljövök. Valamikor eljövök délelőtt, hazamegyek, kajálok, visszajövök. Tehát kihasználom. Meg egy kicsit majd a mozgás, hát színen is lehet látni, hogy itt napozok, ki kell használni ezeket a dolgokat. Hát elég sokat kijárunk, nem csak az élményben, még a régi úszodában is. Tavasztól őszig, napozni, D-vitamin, meg ilyesmik, meg úszni, igaz? Amennyit én kijövök, az mind jó. Meg vagyunk elégedve vele, úgyhogy majd a nyáron többet jövök az unokámmal. Tavaly június első napján, miután Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata visszavásárolta és felújítatta az élményfürdőt, újra nyitotta kapuit, és azóta télen-nyáron várja a kilátogatókat. Ugye az előző hétvégén köszöntött be az igazi nyár, akkor volt már ilyen 25-26 fok, ugye egyre több vendég fog jönni hozzánk, a hétvégére szinte már teljes forgalmat, vagy hát teltházra számítunk. Isten igazából a hétköznapokon ugye úgy szoktuk mondani, hogy a hétfő, kedd az ilyen halott nap, mindig kevesebben vannak, és szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnapon indul meg igazából a nagy tömeg. Hétfőtől péntekig reggel 6-tól érkeznek hozzánk az úszók, és délután 2-ig tudnak nálunk úszni, és utána válik a csúszda medence a nagy közönségnek a számára igazából, és akkor indítjuk el az összes csúszdánkat, és akkor onnantól tudják igénybe venni a medencét a nagy közönség. Igazából rengeteg dunaújvárosi jár hozzánk, és a nyár beköszöntével mindig tavaly is úgy volt, hogy egyre több visszatérő vendég van, akár Budapestről, Egerből, meg a ország más pontjaiból is. Igen, ugye a dunaújvárosi nyugdíjasok és a dunaújvárosi diákok tudnak hozzánk ingyenesen bejönni, a Városháza támogatja ezt. Úgy van, hogy mindenféleképpen hozzanak magával egy dunaújvárosi lakcímkártyát és egy dunaújvárosi nyugdíjas igazolványt, és a diákok számára úgy van a kedvezmény, hogy a dunaújvárosi helyi iskolákba járók tudják ezt igénybe venni. De volt olyan látogató, aki már azt várja, hogy újra a Fabóéva sportuszodában teljesítse a hosszokat. Nekünk, akik rendszeresen úszunk, nekünk a nagy érvágás, mert ez, itt voltunk télen is mi, ebben itt úsztunk, de azért nem ugyanaz, mint ami ott az 50-es. Meg lehet szokni, nem arról van szó. Jó az, hogy ingyenes, meg lehet jönni. Egy héten kétszer-háromszor mi mindig itt vagyunk. Télen-nyáron mi jöttünk mindig, de már alig várjuk, hogy oda át lehessen visszamenni, mert én úszom. Én a napig, hát ha kijövök, akkor egy-két órát itt én leúszom. És én már nagyon régóta úszok, én már 1999 óta úszok rendszeresen. És nekünk nagyon hiányzik. De hát tudomásul vesszük, reméljük szép lesz, jó lesz, és akkor visszamegyünk oda. Utána mi megmondjuk őszintén, hogy nem igen fogunk járni az élménybe, mert nekünk inkább az a jobb. Igaz, hogy lehet, hogy kell érte fizetni, nem tudom, hogy mennyit, de az nekünk az a jobb. Ez is jó, nem, de hát ennek másod végül is a rendeltetése. Itt sokszor most még elég jó a helyzet, mert nem fogták ki. Itt sokszor annyian vagyunk, mert itt vannak a sportolók, szinte alig van hely. Nem tudom most hol vannak, mert különben nem is volna rá lehetőségünk. Ott mellette ott szoktunk úszni. De azért a szélső sávot, egy kettőt meghagynak nekünk a sportolók, és akkor mi ott, mi nyugdíjasok tudunk úszni. Nincs meghatározva, hogy mikor, de mi megszoktuk ezt a délelőtti órát, és akkor egy óra, fél kettő fele hazamegyünk, és akkor megvolt a napi edzés. Ennyi. Ugyanúgy, mint ott is, odaát. Úgyhogy nekünk semmi bajom, nekem semmi bajom nincs ebben a élményfürdővel, de ha az megnyílik, akkor visszamegyünk oda. A dunaújvárosi élményfürdő minden páros héten csütörtökön nyílt napot tart. Ennek köszönhetően ingyenes a látogatás minden dunaújvárosi lakcímmel rendelkezőnek. Így július 11-én, 25-én és augusztus 8-án, illetve 22-én is belépőjegy vásárlása nélkül fürdőzhetnek Dunaújváros lakói.
családfőt ünnepelték a Magyar Úti Klubházban. A Pentele Nyugdíjas Klub tagjai, mint minden évben, így idén is meglepetéssel készültek a férfiak számára. A Pentele Nyugdíjas Klub hölgy tagjai vicces zenés műsorral és finomságokkal készültek a közösségükben már hagyománnyá vált apák napi rendezvény alkalmából, ahol a férfiak külön helyet kaptak a találkozón. A klub tagjai az apa családban lévő szerepét hangsúlyozták. Én nagyon boldog vagyok, hogy családfő is vagyok, meg édesapa. Nagyon sokat jelentett számomra, hogy férfi lettem, és édesapámat is utánozhatom, egy végtelen jó ember volt, és nekem a fő célom a család, ez volt, hogy becsülettel felneveljek egy családot, és nekem három olyan dolog van a családban, hogy a férfinek az a szerep, ő legyen a család esze, ez nem értelmi szempontból, az asszony a család szíve, aki rendbe tartja a gyermeket és neveli. Én, mint a család esze, hogy így mondjam, kötelezőnek éreztem, hogy megteremtsem a családomnak a boldogságot, szép házunk legyen, lakásunk, gyerekeknek, feleségem, jó feleségem mellett együtt örültünk kicsinek, nagynak, boldogságot számomra, és ma már 4 unokával is rendelkezem, fiam is lány, és akkor a boldogság látni, hogy okosodnak, fejlődnek, és én nekem többet ér, ha átölel az unokám, és ennyit jelent számomra. Mindentől többet jelent az, hogy boldog család van, és akkor ez menjen tovább az a kívánságom, hogy ők is okosak, szépek, boldogok maradjanak velem együtt. Nagyon jól esik. Egyetlen egy hátrányom van, hogy soha életemben nem ittam pálinkát, mert az, hogy a bor az savat csinál. A sör az pukaszt, a pálinka meg hűít, és ezért én ma kimerítettem nálam azt, hogy ilyen alkoholt fogyasszak. Emellett nem iszom kávét, tisztában érzem magam egészségesebbnek, nem szükséges, az állatok se isznak, se madarak, se. Csak az ember butaság az, hogy néha kell, néha kell. De örülök nagyon, boldog vagyok, hogy emberek között lehettem is. Fiatal korom óta, 19 éves korom óta már tanulni első számú vezető voltam, és nyugdíjamig tanítottam diákokat, és olyan boldogság találkozni vele. De jó, Gyuri bácsi, milyen jó, olyan boldogság. Az édesapának a családban nagy, nagy szerepe van. Ő a szigor, ő a komoly, akitől az ember tulajdonképpen szigort tud alkalmazni, tanulni, fegyelmet, és sok minden szépet, jót. Ő a családnak a feje. A mi korunkban, amikor mezőgazdasággal dolgoztak, ott a mi szüleink, nekünk azt mondták, a papákra, az édesapákra fel kell nézni, tisztelni kell őket, mert ő a kenyér keresünk. Ő keresi nekünk, sokat dolgozik, ő keresi nekünk a kenyeret, az édesanya meg otthon, süt, főz, mos, vasal, tehát neki is nagy szerepe van, de az édesapára mindig nézzünk fel. Nekünk az édesapa olyan volt, hogy annak a szava szent volt. Mindig nagyon komolyan vettük, és nem kell, ha egyszer valamit mondott, példát mutatott, akkor mi azt természetesen, hogy a legnagyobb szigorral betartottuk, és odafigyeltünk, hogy ezt hallottuk. Ezt kérte az édesapánk, és igen, ezt nem terrornak vettünk, vagy parancsnak, vagy szigornak, hanem annak vettük, hogy őt tisztelnünk kell, fel kell rá néznünk, mert ő a kenyérkeresünk. Az egyik tag arról az édesapa gyerek közötti kötődésről beszélt, amely egy család életében rendkívül fontos a harmónia érdekében. Egy éve vagyok klubnak tagja, mióta nyugdíjba mentem,
nagyon jól érzem itt magam, mert nagyon színes a program, és általában majdnem minden programon részt veszünk mi is, párommal együtt. Jól érezzük magunkat. Most ez egy különleges nap, mert apák napját tartjuk. Itt általában mindenkinek gyermeke van, és tehát mindenki tudja, hogy mennyire fontos az, hogy édesapával, tehát a gyerekek is az édesapjukkal nőjenek fel, és legyen kötődés közöttük. Én ezt tudom elmondani, sajnos az én édesapám már nem él, de nagyon nagy volt a kötődés, nagyon harmonikus családban éltem vele. A tagok között volt olyan, aki szívesen megosztott néhány az édesapjához köthető emléket. Ő nagyon kedves, nagyon aranyos volt, nagyon tisztelt bennünket, szeretett bennünket. Már egyszer beszéltem róla, 2 éves koromban, felvitt a déd nagyanyám Budapestre. És mikor jöttünk haza, és akkor ő kint volt a vasútállomáson, tárt karokkal várt, és repültem feléje, ő is felém felkapott a karjával, és ölelgetett. Tehát ez számomra nagyon-nagyon jó. 10 éves koromig az édesapám, ha hazajött, ölébe vett, ha esetleg megebédelt, vagy meguzsonnázott, ölébe vett, ringatott a lábaival, és elénekelt mindig. Vagy egy mesét mondott, vagy elénekelt nekem valamit. Tehát ő nagyon szerette a családját, és sok mindent tett érte. Az apák napi rendezvényen az asztalon helyet kaptak a Pentele napon értékelt borok és pálinkák, amelyekkel a házi pogácsákat és süteményeket, szendvicseket öblítették le. A műsor után pedig megkezdődött a közös zenélés és beszélgetés. Most már országszerte 30 fok fölé emelkedik a hőmérő higanyszála, és az e-heti szépkor kérdésünk mi más is lehetne, mint az, hogy az idősek hogyan viselik a meleget. Napot kívánok, nagyon rosszul. Hirtelen jött és nagyon magas. Ennyi. Milyen praktikái vannak? Mi az, ami nélkül biztos nem indul el otthonról? Víz. 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 Más nem. Csak víz. Sok vízzel. És milyen hatással van a szervezetére? Valami tünet? Hát szédülés, rosszul lét, izzadás, ami mindenki másnak. Nagyon nehezen. Már ez most hirtelen jött. Mert ugye voltak a májusi nem jó idők, és akkor most meg hirtelen jött ez a 30-valahány fokos meleg. És milyen praktikái vannak a hőség ellen? Mesélje nekem. Hát egyelőre, akinek nem muszáj, a napra ne menjen. Én szerintem. Kerülj el egy módvarra. Én mondjuk most azért jöttem, mert megyek étkezni a főiskolára. Most még van egy fél órám, hát mondom, addig itt a hűsön el leszek. Nehezen. Milyen praktikái vannak, ami nélkül biztos, hogy nem indul el otthonról? Innivaló nélkül biztos, hogy nem. De más nem. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!